Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait, köszönöm szépen, hogy elfáradtak ide. Jóval a Farkas Gergely jogi ifjúság tagozatának, országos szervezőbizottságának a tagja. Engedjék meg, hogy előjáróban néhány szót mondjak az ifjúsági tagozat kialakulásáról. Körülbelül egy évvel ezelőtt a Jobbik országos elnöksége döntött arról, hogy felállítja a párt ifjúsági tagozatát. Ekkor kezdődtek meg az előkészítő munkák az országos szervezőbizottság segítségével. Idén márciusban tartottam az ifjúsági tagozat első vezetőképzőjét, majd pedig ezután kezdődött meg ténylegesen a helyi tagozatoknak a megalakítása országszerte. Már eljutottunk odáig, hogy átléptük a 100-as bűvös határt, tehát már 100-nál több helyi településen működik helyi tagozata az ifjúsági tagozatnak, és több mint 600 tagja van már ennek a szervezőnek. Időközben több országos rendezvényt és eseményt is sikerült az ifjúsági tagozatnak szerveznie, mint amellett, hogy a helyi tagozatok helyben is nagyon aktívak voltak, és rengeteg előadást, karitatív programot, közösségfejlesztő, közösségépítő eseményt szerveztek. Országosan pedig például csak egy-két példát engedjenek meg, hogyha említsek, csángóföldi magyaroknak gyűjtöttünk közel 42 000 könyvet, amit át is adtunk május hónapban. Ezen kívül legutoljára október 23-án szerveztünk egy nagy sikerű fáklyás felvonulást több ezer ember szételével. Az ifjúsági tagozatnak több célja van. Egyrészt már említettem ezeket a különböző programokat, mint a közösségépítő, karitatív tevékenységek. Egyébként az egyik következő országos programunk pont ebbe a karitatív tevékenységek körébe sorolható, ugyanis karácsony alkalmával rászoruló családoknak, gyermekeknek, egyedülálló időseknek szeretnénk minél több településen egy kis ajándékkal boldogabbá tenni a karácsonyát. Ez lesz az egyik fontos missziója az elkövetkezendő egy hónapban a ifjúsági tagozatnak. De emellett természetesen az ifjúsági tagozat célja a Jobbiknak, a fiatal politikusoknak, az utánpótlásnak a kinevelése is, és ide tartozik ez a mostani eseményeknek apropóján, összehívtuk ezt a mai sajtótájékoztatót, ugyanis ezen a hétvégén tartja az ifjúsági tagozat a második vezetőképzőjét itt Tiszavasváriban, a Jobbik fővárosában, és itt a mai este folyamán, illetve a holnapi nap folyamán számos előadást hallgathatnak meg a fiatalok. Fontos témákban. Itt ma este Vona Gábor lesz a vendégünk, ő fog nekünk előadást tartani, holnapi nap folyamán pedig ifjúságpolitikai témákról hallhatnak előadást a fiatalok nemzetpolitikai témáról, de szó lesz itt a rendezvényszervezésről, a protokollról, az internet előnyeiről, veszélyeiről, tehát számos olyan témáról, amiről fontos, hogy ezek a fiatalok halljanak. Ennek tükrében úgy gondoljuk, hogy ez a mostani vezetőképző egy újabb lépcső lehet a szervezet életében, és egy olyan tervünk is van a következő hónapokban, hogy egy nagyobb toborzásba fogunk kezdeni. Eddig elsősorban inkább a párt körül már meglévő fiatalokból építkeztünk, most azonban szeretnénk nyitni és minél több fiatalt, nemzeti gondolkodású fiatalt megszólítani, olyanokat, akikben van vágy a közösségre, ami sajnálatos módon napjainkban nagyon nagy hiányzik. Itt úgy gondoljuk, egy olyan közösségre találhatnak, ami nem csak társakat, barátokat tud biztosítani ezeknek a fiataloknak, hanem foglalkozik az őket érintő kérdésekkel is, segít az érdekérvényesítés, a fiatalok érdekérvényesítésében, és minden mellett pedig ezen jó szándékú fiatalokat egységbe fogva olyan tetteket, akciókat tudunk végrehajtani, amik a hazánk javára lehetnek. Mindezen bevezető után én átadnám a szót Vona Gábornak. És nagyon sok szeretettel köszönjük mindenkit ezen a sajtótájékoztatón. Van egy picit furcsa aurája annak, hogy itt jön két fiatal ember, akik ugyan parlamenti képviselőt, mindketten fiatal emberek vagyunk, és arról beszélünk, hogy van egy ifjúsági tagozatunk. Úgyhogy mindazokon a egyébként általános, de nagyon fontos elveken túl, amit Farkas Gergely képviselőtársam ismertetett, azon túl én azt szeretném kiemelni, hogy miért van szükség az ifjúságnak az ilyen tudatos és ilyen hangsúlyos szervezésére egy politikai párt esetében. Itt ugyanis nem csak arról van szó, hogy minden párt, mi is törekszünk arra, hogy utánpótlása legyen a politikai
munkának, hanem én azt hiszem, hogy egész Magyarországon jelen pillanatban szüksége van és igénye van egy politikai generációváltásra. Az, hogy a Jobbik és az LMP az előző országgyűlési választásokon, vagy a legutóbbi országgyűlési választásokon bejutott a parlamentbe, már ennek a generációváltási szükségnek, társadalmi igénynek az első nagyon komoly megjelenését mutatta. Én azt gondolom, hogy ez pusztán csak az első lépés volt ebben. Itt arra gondolok, hogy egy olyan politikai garnitúrája van Magyarországnak ma, a Jobbik és az LMP ebben kivétel, bár azt hiszem, hogy az LMP politikai ideológiája nem, pusztán kora, de politikai ideológiája ugyanúgy a régi politikai garnitúrához köthető, de a Fidesz és MSZP által megjelentett politika az egyértelműen egy olyan garnitúrát képvisel, amelyik ugyan kvázi demokratikus és kvázi több pártrendszer szerinti politikát mutat, de egyúttal számtalan reflexében, működési elveiben kötődik számtalan szállal az előző rendszerhez. Hát én azt gondolom, hogy akár Gyurcsány Ferenc, akár Bajnai Gordon, de most lehet, hogy megdöbbentek ilyen Fidesz szimpatizást azzal, amit mondok, akár Orbán Viktornak a politikai gyakorlata, az egyértelműen eredeztethető az előző rendszer politikai világából. Hát ami az elmúlt 20 évben, és rövel elértem egyébként a jelenlegi kormányzatot is, ami az elmúlt 20-22 évben Magyarországot jellemezte, az egy posztkommunista politikai garnitúra, amely lehet, hogy a működési elveiben, vagy a körülötte lévő rendszer működtetésében, úgymond a liberális demokrácia elveit követi, de emberi, személyi reflexeiben egyértelműen mutat posztkommunista jegyeket és hagyatékot. És ezért tartom nagyon szükségesnek azt, hogy egy új generáció jelenjen meg a politikában. Egy olyan generáció, melynek a előző rendszerhez való kötődése az semmilyen módon nem mutatható ki. Ezért fontos, hogy Jobbik a mostani ifjúságot szervezze, ezért is fontos. És a másik aspektus, amiért ez különösen hangsúlyos, hogy túl ezeken a magyar adottságokon, vagy ezen a magyarországi adottságon, ami a politikákat sajnos jellemzi, azt is láttuk, hogy a világon olyan szintű és olyan mértékű változások mennek végbe, amelyek szerint nagyon gyorsan meghaladják már a jelenlegi politikai garnitúrának a lehetőségeit. Mondhatják persze azt erre sokan, hogy mondjuk akár Orbán Viktor is korát tekintve még egy fiatal politikusnak számít, ez így van, de azt is látni kell, hogy azért mögötte 20-21 néhány éves politikai múlt van, tehát politikai értelemben matuzsára. Orbán Viktor bármennyire is furcsán hangzik. És ez még a kisebb feladat lenne, mert nem mondom, hogy probléma lenne, hiszen nem mondhatjuk azt, hogy hát egyúttal nagyon komoly tapasztalati bázissal rendelkezik, csak én azt vélem, és azt érzem, és azt gondolom, hogy az elmúlt 20 év, vagy akár az elmúlt évtizedeknek a politikai tapasztalata az az ránk váró új világban, vagy az új világrendben, amelynek itt látjuk az előszelét és a régi világrend bomlását elég komolyan érzékelhetjük, mindezek a tapasztalatok hát szinte semmissé válnak. Vagy legalábbis nem jelentenek már orientáló erőt. Nem biztos, hogy már működőképesek lesznek azok a politikai tapasztalatok, amik az elmúlt 20 évben vagy az elmúlt 60 évben működtek, hogy 5 év múlva már működésképtelenek. Olyan szinten változik meg szerintem majd nem sokára, vagy akár most is a jelen szemünk látán a világ, és ezáltal Magyarországnak is a működés, hogy egészen friss és új politikai gondolkodásra van szükség, és hát ki lenne képes erre leginkább, hanem az ifjúság. Hát én ebből a két szempontból tartom fontosnak ennek a mai napnak is, és egyetlen ifjúsági tagozatnak az megerősítését. Egyrészt, hogy megszabaduljunk ettől a posztkommunista hagyatéktól, másrészt pedig fölkészítsük magunkat az új világrendre, ami már nem ez a globalizált kapitalista világ lesz, hanem valami egészen más, és mi nem tudjuk, hogy pontosan senki sem tudja. Ehhez viszont alkalmazkodó képességben új politikusokra lehet szükség, akik még akár nálunk is fiatalabbak. És a harmadik aspektus, amiről végül is Gergő is beszélt, Gergő is beszélt, ez egyértelmű, tudatosan kell felkészíteni a jövendő magyar politikai elitet. És itt szándékosan van, hogy politikai elit, és szándékosan használtam a jelenlegi politikai struktúrára, politikai garnitúra szót.
és ez még, lehet, hogy még egy nagyon megengedés, nagyon pozitív jelző ahhoz képest, amit gondolok mostani politikáról. Tehát politikai elitre volna szükség, tehát olyan elhivatott és olyan jól képzett nemzetközi szinten is látó politikai politikusokra, akik Magyarországon, mint a nemzetközi viszonylatokban képesek ennek az országnak végre az érdekeit képviselni. És megszabadulni attól a magyar átoktól, ami most már tényleg évtizedek óta és rendszerektől függetlenül jellemzi Magyarországot, hogy mindig nemzetközi csatlósnak, nemzetközi függvényekben tudunk csak gondolkodni. Tudjuk Magyarországnak a jövőjét elképzelni, hogy valami fajta nagy hatalomnak az árnyékában. Ezzel kell szakítani. Nem úgy, hogy nem gondolok én semmiféle dilibábra, hogy Magyarország egymagában megáll a lábán és a világgal egy személyben veszi fel a harcot, de arra viszont igenis gondolok, és azt hiszem igenis elvállal a jövendő magyar politikától, mint magyar állampolgár, ez az elvárásom a magyar politikával szemben, vagy kapcsolatban, hogy képes legyen a nemzetközi viszonylatokban partneri és magyar érdekek alapján tájékozódni. Erre a mai magyar politika alkalmatlan, ezt a WikiLeaks iratok is alátámasztják. Én a mai előadásomban egyébként nem mennyire fajsúlyos témákról akarok beszélni, már ugyanolyan fontos témáról, mint egy személyesebb jellegű dologról, ez pedig az, hogy én hogy látom a eddig mögöttem álló évek alapján, hogy mit tesz valakit jó politikussá. Mik azok az emberi, fizikai, lelki, szellemi kvalitások, amiket csiszolni kell ahhoz, hogy valaki politikai vezető legyen, hiszen most egy vezetőképzőn vagyunk, én erről kívánok majd beszélni. A mai munkon sem bízom benne, hogy amit ezzel kapcsolatban én tudok mondani, az hasznára válik a itt lévő fiataloknak. És nagyon örülök annak, hogy ilyen dinamikusan fejlődik a Jobbik ifjúsági tagozata. Mit szerettem volna mondani, és hogyha van kérdésük, gondolom, akkor Gergő is. Kérdés a fiatal.